A Civil Összefogás Fórum, a Szellemi Honvédők és a CÖF Klub Győr támogatják dr. Dési Csaba Andrást, a kormánypárt jelöltjét a vasárnapi időközi polgármester választáson. Ezt jelentették ki pénteken délben egy sajtótájékoztatón. A győri városháza előtt ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője összefoglalta, miért is döntött úgy az Egyesület, hogy a Fidesz-KDNP színeiben induló, jelenleg önkormányzati képviselőként tevékenykedő kardiológust részesítik előnyben. Egy időszakot Győrnek maga mögött kell hagynia. Ugyanakkor az a kiemelkedő szerep, gazdasági és kulturális szerep, amelyet betölt Győr Magyarország és a magyar emberek szemében, az nem szabad, hogy bármilyen módon akadályba ütközzön, és bármilyen módon negatív irányba változzon. Ennek megítélésünk szerint az az áloga, hogyha vasárnap a nemzeti oldal jelöltjét támogatják a győri emberek. Dunst Eszter, a győri CÖF klub vezetője beszédében azt hangsúlyozta, hogy a városnak dr. Dési Csaba András irányítására van szüksége. Mi határozottan úgy képzeljük, hogy ő az egyetlen garancia arra, hogy Győrváros töretlen fejlődése tovább megy, megvalósulnak azok a beruházások, amiket a Modern Városok programban miniszterelnök úr kijelölt a városnak. Képességes városvezetőkkel, határozott olyan, aki meg is tudja ezeket valósítani. Dési doktor úrnak van állami tehát közigazgatási tapasztalata, volt az önkormányzatban ugye hosszú ideig, tehát tudja, hogy működik az állam, a közigazgatás, hogy kell irányítani egy várost. Vasárnap dönthetnek a győriek, hogy kivezesse a várost a következő ciklusban.